A kísérletünkben egy bruttó 2,1 hektáros területen 54 fajta paprika és 9 fajta paradicsom, ipari paradicsom, bokor paradicsom került elhelyezésre, kettő ismétlésbe. A bal oldalon kapta az alga alaptrágyát és fogja az alga csepegtetett trágyákat kapni. Itt került kihelyezésre a trifender és a belem rovarölőszer, a jobb oldali parcellán pedig prestop és az artis készítmény került kihelyezésre. Az alaptrágyaként foldünger granulátumot kapott hektáronként 350 kilót, amint 150 kiló PET isót kapott még ültetés előtt. Ennyi történt alapkezelésben, ami ugyanaz a két parcellára vonatkozóan. Mivel még most indult meg az állomány, most látszik rajta, hogy már talajt fogtak a gyökerek, de szerintem is egy legalább két hét kell, hogy mérhető különbségek legyenek. Mikor tervezzük a bemutatót? Augusztus 4-e. 54 fajta paprikánál nehéz egy olyan optimális dátumot mondani, amikor minden fajtából igazán megmutatja maga a fajta is az előnyeit, meg betakarítás, ugye itt nagy differenciák vannak a korai, meg késői fajták között, de így lőttünk be egy ilyen arany középutat, hogy már látszódni fog minden fajtából a teljesítménye.